Remélhetőleg szép túranapok áll előttünk. Néhány szólt a mai túránkról, a csíkjavasokba túrázunk itt az északapi részén. Felmegyünk most leghamarabb a Szabók-patak völgyén a Pásztorbükkre. 1109 méter. És onnan egy főgerincre, lefutó mellégerincen menjünk fel a Naskalatra. Nagy rész nyílt terep lesz, hát reméljük, hogy a lyukat is felemelkedik. Most a Pásztorbükk az egy órán belül elérjük, úgy végül kb. 25 km-es túra, de szint is 1000 méter, de nincsenek olyan nagy meredek emelkedők. Ilyen csíkjavasokra jellemző szelíd, ilyen lankás, gyephavas felszín van. Mutasd már ide! Nézzek ezt a szöcskét. Az nem szöcske. Nézzek, milyen szép. Az valami pók. Milyen szép nagy. Pók bizony. Akkor ez egy ijesztésképpen szoktam az ijesztőt. Már most már próbálok én is bekapcsolódni a mondandómba. Irányunk a Pásztorbükk, mely egy bátori emlékműnek ad helyet. Oda igyekszünk, egy kisebb emelkedővel. 1109 méter környékére fogunk felkapaszkodni. Az idő az úgy látszik, hogy kitart valameddig. Hát lássuk, milyen kivelő. Pár perccel ezelőtt a vezető részéről ígérkezett egy nagyobb háló. Hát minden bele. Igaz, hogy ez a rövidítős rész, nincs benne a piros keresztes túra útvonalba. Pillanatokon belül megérkezünk a bátori emlékmű helyszínéhez, erről a túravezető fog majd részletesebben beszélni. Itt az történt, hogy 1599. október 31-én két domokosi vagy Szent Tamási, még nem lehet tudni pontosan, megölték az akkori kinevezett erdélyi fejedelmet, Bátori Andrást, vagy Andrének is nevezik, aki bíboros is volt. Hát, 1599. márciusában került a erdélyi fejedelemnek is, hogy ez fél évre történt. Hát ő azért kellett szenvedjen, mert a korábban a bátoriak eléggé a székelyeknek a jogait próbálták megnyírbálni, annak ellenére, hogy katolikusok voltak, a bátoriak is, és akkor a székelyek ellenük fordultak. Mihály Vajda volt ugye a Havasalföldnek a fejedelme, ő szövetségre lépett a Habsburgokkal, és egy Schellenbergnél szemem mellett Báthorynak a seregei, Mihály Vajdának a seregeivel való csatában
vereséget szenvedtek, és Báthori András menekülni akart Lengyelországba, hogy Mihály Vajda pedig fejdíjat kapták el, és tragikus módon a fejét levágták, elvitték Fejérvárra. Mutassák meg, hogy ténylegesen nyomra kerítették és megölték. Emiatt a pápa ilyen pápai átokkal, pápai bőjttel sújtotta a domokosiakot. 100 évig nem szervezhettek vásár, búcsút, és ennek azért, hogy kiengedték ezt, állítottak egy keresztet. Aztán egy újabb 1816-ban állítódott, ami még itt volt, nem olyan rég, de az emlékművet 1999-ben állították, és a domokosiak körében mindig megüldik ezt a Báthori búcsút október 2. vasárnapján. Ezt a kápolna szerűséget is nem olyan rég azért építették, mert egyre többen jönnek. Nem csak domokosról, hanem Felcsikból, Gyimesekből is. Mindjárt kimenjük most a pásztorbük tetejére, egy ilyen lekerekített csúcs. Onnan indulunk a mellékerincen, amelyik elérjük a főgerincet, a Naskalat tömbjét. Átalagnyíra 1231. Itt van a Saromás tető, ide érünk fel. Saromás tetőre. És akkor menjünk a Naskalatról. A terkő gerince most már tisztában látszik. De ne, ez vörös darás. Térben a Naskalat. Jaj, nézem. Na, lesz egy kis hárója azért. Az erdő keresztül. 300 méter szintről beszéltek.
jön egy széltörés belülről. El lehet képzelni, hogy közben-közben itt milyen szelek fújhatnak. Hát az biztos, hogy nem a természet járó idején. Igen. Közeledünk a nagy kalandgerinchez. Így érdekes, ahogy lekoptatta a talajt a szél és a víz. Hát így kigyűröznek a szikla darabok. Szalonás tetőn következik a vaskolat. Itt beterepeznek, hát mi is csak épp egy alak. Innen most jó kivehető a fekete rez, illetve a sípos tömbje. Azon felé nézünk. A vaskolat gerincén haladunk a szalonás csúcs irányába. Kis betekintés, gyímes középlok és a hidegség völgyére. Szalomás tetőn járunk. Már a naskalapető felé tartunk, 1560 méter. Ott van egy kis szélvédett hely, hát ott lesz a kajálás. Nagyszerű! Akkor már fele megvan! Igen, a naskala csúcson vagyunk. Az étvágy az óriási. Az idő nagyszerű. A legnagyobb része homokkőből tevődik össze, de itt lehet látni, hogy ez mészkő, tehát itt inkább, tehát közvetlenül szempontból ez még a hagymás egységgel azonos. Ugye azon a gerincen, ahol jöttünk fel, az nagy rész kis tajsból, az a gyergyahasokkal hasonlít. Fog látszani mindjárt az a gerince, ami ettől arrafelé, ahol jöttünk. A naskalapatok a válasz van a két gerinc között, ahol feljöttünk és ahol megyünk. Az ott az alsó részét úgy nevezik, hogy Gálkütyó, oda érkezünk be. Annak a gerincnek a túlsó felén, ahol jöttünk, ott a szedlókapataka van, az domokosra, domokosnál tűnik az úgy. A néhány szót, hogy itt mi látszik, ami a hagymás egység vonulatát, ugye a fekete hagymás is, csinteti nagy hagymás. Ott felhőben van a csalhó, akkor itt keleten a határt a csíkjavasoknak a hidegségpataka képezi ezen a részen. Ott a hidegségpatak után kezdődik a Tarkőhegység. Ott az a egyenes gerinc rész az a főgerince, de csak az eleje a főgerincnek az szintén 65 km hosszú a vízválasztó a Tarkőhegységnek, ott kezdődik a Nyímesbék alatt, ott Kamenkánál is egész a Békás völgyig, tehát a Tatos völgyitől a Békás völgyig tart. A Tarkőgerinc előtt volt az 1000 éves határ, ott van a Bilibók tető, ott a Rákóczi vár fölött. Ott látszik az a völgy, ami úgy kanyarodik jobbra, az a Tatros völgye. Lennébb a Nyímesbik látszik már.
ott az a csúcs le, ez a hegyes havas, 1517 méter, akkor mint a Kereszthegy remete fölött, és azóta, amióta lekopasztották, szép kilátás van, például a csíkiek is, akkor már szerveztek túlra. Gyimesi hágó, innen körülbelül 22 km, ott látszanak azok a csúcsok, ott látszik a bal felőn az a szép havasi kápolna, ott ki lehet venni egy kicsi pontocskát. Aztán ott pedig a Gyimesi hágótól délre, ott az a legmagasabb pontja a főgerincnek, az a szellőtető, 1494 méter. És van egy, tehát a Naskalot a legmagasabb pontja a csíkjavasoknak, de még van egy 1500 fölötti csúcs, az a Sajhavas, az hogy egy mellégerincen van az Uzvölgyétől tovább, az lehet, hogy valószínűleg ott valahol arra felé van. Ez kevésbé ismert, mert félreesik a főgerinc. Garcfalva, Záfalva, arra felé a Gyergyihavasok, feketeres zsíposkő jobbra, a picske is látszik ott messze, látszik az erdő sáv a tetején. Látszik, hogy meddig fogunk menni, hát ott van az öcsém előtt van a terkő. Az előtt van a terkő, mert nincs messze innen, 7 km. Visszatekintés a Naskalot csúcsára.